Orbán Viktor felavatja a TAO támogatásból épült felcsúti, szolnoki vagy éppen ferencvárosi stadiont. A miniszterelnök az elmúlt években majdnem egy tucat stadionavatón vett részt, mindegyik beruházáshoz használtak fel úgynevezett TAO pénzt. A cégek 2011 óta dönthetnek úgy, hogy a társasági adójuk egy részét nem az államnak fizetik be, hanem például egy sportegyesületnek. Az M4.hu a legfrissebb zárszámadási törvény alapján azt írta, csak tavaly 81,2 milliárd forint adóbevételtől esett el így a központi költségvetés. A cégek ennyi adót irányítottak át inkább a sportba. Ez kicsivel több, mint amit idén a kormány a központi költségvetésben a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók fizetésére költ. A 2014-es felcsúti stadionavatón Orbán Viktor még kommunista beidegződésnek nevezte, hogy valaki szerint a TAO támogatás közpénz. A vállalkozók döntötték el, hogy hova adják, hol Debrecenbe, hol a Fradinak, hol ide, hol egyébként az ország sok száz más településére. Ez a vállalkozók pénze, ők használták föl, ezért nem közpénz. A bíróság azóta viszont többször is kimondta, a társasági adókedvezmény közpénz. A most nyilvánosságra került 81 milliárd forinttal együtt 2011 óta több mint 440 milliárd forint adóbevételről mondott le a kormány a sportegyesületek javára. Ez 120 milliárddal több, mint amit egy évben családi pótlékra költ az állam. A DK szerint a cégek nem véletlenül adják a pénzüket inkább a sportra. Azok a cégek adták ezeket a TAO támogatásokat, akik később állami megrendeléseket kapnak túlárazva, úgyhogy Orbán Viktor és a barátai ugye ellopják a magyar adófizetők pénzét. Azt az átlátszó.hu írta meg nemrég, hogy részben állami tulajdonú és a közbeszerzéseken rendre jól szereplő cégek fizették a legtöbb TAO támogatást. A legtöbb TAO pénzt pedig a fideszes politikusokhoz közel álló futballklubok kapták.